Én 8 és fél évig itt laktam, addig tartott az egyetem, és jó volt. Mindenki más, mindenki más, léket kaptam, léket kaptam. Mi a legjobb élményetek a Campus Fesztivállal kapcsolatban? Mi az, amire szívesen emlékeztek vissza? Na, azt mondja, én elmondom. Amikor a Kispál és a Borznak volt búcsú koncertje a nagy színpadon, és vége lett, és utána kezdtünk mi a T-Mobile teraszon, és az egész tömeg bejött oda, este 10:30-kor, és hát telt sátor volt, és a T-Mobile sátor az elég nagy, és az szerintem egy elég nagy, legalább, minimum, igen, az volt a legnagyobb élmény szerintünk. Nekem a legnagyobb élményem az volt, amikor Gabika nem vett a hangolójába elemet, azért egy fél hanggal lentebb játszottunk. Az a Campus Fesztivál volt. Az egész nyár volt. Az egy Campus Fesztivál volt. Nem, az egy Aszfesz volt. A legnagyobb élmény az volt, amin ott se voltam, amikor a srácok mindig berendszent ittak. Az már viszont Campus Fesztivál volt, és azt mondta nekik a pultos, hogy nem ad nekik berendszent, csak pálinkát. És utána hogy folytatódott a sztori? Nem, az történt, elmondom pár szóban, dióhéjban, hogy három napig berendszen, sör, ez volt a menü, így kértünk ki. Három napig ittunk folyamatosan. És akkor éjjel 2-kor kértünk megint berendszent a VIP büfében, és ott állt a pultnál két nálunk idősebb ember, és megfordultak, amikor hallották, hogy mi berendszent kérünk, és azt mondták, hogy ti női gimibe jártatok? És mondták a csaposak, hogy rakd el azt a szart, két pálinkát a srácoknak. És akkor kénytelenek voltunk meginni a pálinkát velük, majd, amikor elfordultak, akkor súgtuk a pultosnának, hogy akkor két berendszent is kérnénk szépen. Szerintem erre gondoltál. Merre találkozhatunk még veletek ezen a nyáron? Milyen fesztiválokon? Alfa Fesztiválon játszunk most szombaton, 27-én. Aztán lehet velem találkozni 9-én a Szigeten, megyek a Blur koncertre. Bocsánat, 9-én lehet velem találkozni a Blur koncerten. És 24-21-én játszunk az Alszínem, a Szegedi Ifjúsági Napokon. Meg a hajón játszunk, Budapesten, az A38 hajón, az pedig szeptember 5-én.